Jó, látom. Május 1-én hosszú várakozás után kinyithatta kapuit a Jászberény állat és növénykert a látogatók előtt. Az oltási igazolványok mellett személyazonosságukat is igazolni kell, ha jegyet szeretnének váltani. Illetve az is fontos, hogy ha 18 év alatti látogatók nagykarú felügyelet nélkül érkeznének, akkor a jelenlegi rendelkezések szerint nem léphetnek be az állatkertbe. Nagyon-nagyon jó időnk van, hál' Istennek, most ugye május 1-e délelőtt van még, és már több mint 100 látogató érkezett az állatkertbe. Nagyon-nagyon örülünk egyrészt azért, mert visszatért a régi ritmus, a régi kerékvágás, és ráadásul még egy nagyon-nagyon jó pillanatban történhetett meg ez az újranyitás, hiszen az állataink aktívak, de emellett még virágban vannak nagyon-nagyon szép növények itt az állatkertben. Nagyon-nagyon látványos a jelenleg virágzó japán cseresznye, úgyhogy én mindenkinek javaslom, hogy aki teheti, az még most látogasson meg bennünket. A megkérdezett látogatók nagyon várták a lehetőséget erre a remek családi programra. Mi nagyon örülünk, hogy az unokát elhozhatjuk. Nyilvánvaló azért vigyázni kell továbbra is egymásra, nem lehet felelőtlenül bármit csinálni. Örülünk neki. Kicsit kimozdulhattunk. Mi ebből a jó az, hogy állatkert, vagy hogy bárhová lehet most már picit jobban mozogni? Hát inkább az, hogy bárhová lehet gyerekekkel együtt. Szerintem jó, hogy így kinyitottak az állatkertek. Mi nagyon örülünk, hogy végre ki tudunk mozdulni gyerekekkel, mindenkivel együtt, és nem kell annyira félnünk ettől a dologtól, mert be vagyunk oltva, és vigyáznak itt is a dolgozók ránk, úgyhogy teljesen örülünk, főleg a gyerkőcök. Hogy... Hiányzott már? Hiányzott nagyon, igen. Az, hogy kint legyünk, vagy program legyen, vagy egyáltalán, tehát hogy mi az, ami nagyon? A kintlét, az, hogy tudjunk menni, az, hogy amikor elindulunk mondjuk messzebbre valahova, akkor legyen, ahova beülünk, ha esetleg megéhezik, vagy megszomjazunk, akkor legyen valami olyan vendéglátó, ahol be lehet ülni egyáltalán. Srácok, ti? Hogy érzitek magatokat? Milyen újra mondjuk állatkertet látogatni? Jó, nagyon hiányzott nekem is az, hogy állatkertben legyek, mert végre láthatok újra közelről állatokat. Szeretek ide jönni. Működött a játszótér. Nem baj, majd berepülnek ezek a finom falatok. És a látvány etetések is folytatódhattak, de fontos megjegyezni, hogy ettől még vigyáznunk kell. A látogatónak egymásra és az állatkerti állatokra is, mert a koronavírus nem csak az emberre, hanem az azokra érzékeny állatokra is veszélyes. Nem tesszük kötelezővé a látogatóknak az állatkert területén a maszkviselését, viszont a COVID vírusra érzékeny állataink érdekében rájuk való tekintettel nagyon-nagyon szépen kérünk mégis mindenkit arra, hogy a megóvásuk érdekében, a megóvásuk céljából mégis viseljenek maszkot az állatkerti tartózkodásuk idején. Tehát az állatkert vezetése nem kötelezi, de kéri a látogatókat, hogy ha csak van rá mód, akkor a kert területén belül is viseljenek maszkot, amivel a mi tapasztalataink szerint a legtöbb látogatónak nem volt gondja.